amerre csak a szem ellát kézművesek, portékái, érdeklődő helyiek, mosolygós külföldi vendégek. Sétáljunk csak végig a kiskorzón, aztán kanyarodjunk a kék szökőkúthoz, majd pedig csatlakozzunk be Etnopolis szívébe a Városháza melletti térre. Különleges ékszerdobozokra bukkanhatunk. A levendula kevésbé közismert, mégis számos jótékony hatása van. Nagyon jó teját készíteni belőle, nyugtató hatása van, vagy pedig tehát a kis zsákocskákban szekrénybe berakni és a molyok ellen, de nagyon jó illatot biztosít akár a szobában, tehát egy harmóniát hoz a szobába, lakásunkba. Bőrdíszművesek, fafaragók, apró gyermekeknek fából készített játékok. Rövid bolyongás után egy igazi különlegességre bukkanhatunk, egyenesen Erdélyből. Szőttesek, szőnyegek, igazi eredeti magyar népi motívumok. A varrottasakat azokat én készítem, meg a lányom. Édesanyámtól tanultok, meg nagymamáimtól. A babaruhákat én varom, ami kalótaszegi népviselet, gyöngyökkel vannak díszítve. Vannak itt kalótaszegi szőttesek is, és ezekkel foglalkozunk. Van, aki sző, van, aki hímez, és egymás között cserélünk árut. És ha már Erdély, a kürtős kalács receptje is a Kárpát-medence ezer részéből származik, illata csak úgy csalogatja az odalátogatókat. Körsétánk végén pedig egy hideg üdítőt is elfogyaszthatunk a Városháza tövében. A tartalom mellett a hangulat is különleges Szabadka központjában, a vendégszeretet pedig egyedülálló, mondják a távoli vidékekről érkező Etnopolis lakók. Well, I think that the people here are so, like, friendship, yeah? És egy javaslat a riport végére. Én, ha az önök helyében lennék, biztos, hogy kilátogatnék az Interetno Fesztiválra. Ezt egészen vasárnap estig megtehetik.